Sziasztok, én Pityugeri vagyok, és egy újabb recepttel szeretnék nektek kedveskedni így a halloweeni készülődésre. Tudom, hogy már nagyon a végét érjük ennek az egésznek, úgyhogy igyekeztem minél előbb megcsinálni ezt a videót, hogy még legyen alkalmatok elrohanni a boltba, megvenni a hozzávalókat, és úgy legyen még esetleg szoridőtök megcsinálni ezt. Úgyhogy akkor gyorsan prezentálnám is, hogy miről van szó. Bloody Muffin, azaz egy ilyen véres muffin, amit én most fogok nektek alkotni. A különlegessége az lesz, hogy próbálok majd a tésztájával egy picit szórakozni, illetve lesz benne egy kis meglepetés is, majd sütés közben, de akkor lássuk is, hogy mi is szükséges hozzá. Tehát kell kétféle muffin alappor, amit ugye szinte bármelyik szupermarketben tudtok vásárolni, egy fehér, illetve egy barna. Ugye az alap és a, hát ilyen kakaós csokis verzió. Ezt a kettőt készítsük el, nekem ehhez szükségem volt egy adaghoz 150 ml tejre, 50 ml étolajra, illetve egy darab tojásra. Ezeket összekevertem nyilván az alapporral, és akkor készen volt, mint ezt is itt is láthatjátok. Majd a turpisság már itt következik a tésztájában, ugyanis a barna tészta az tök jó, viszont az alapfehérrel kéne valamit kezdenünk, hogy egy kicsit mégiscsak hangulatosabb legyen, ezért fogjunk egy kis piros, illetve sárga ételszínezéket, és cseppentsünk bele néhányat. Fontos, hogy a sárgából sokkal többet tegyetek, mint a pirosból, mert nagyon nehéz a narancssárga szint elérni úgy, hogyha alapból sok pirosat tesztek bele, tehát valamilyen egészséges egyensúlyt kéne köztük teremteni. Nem egy-egy, hanem 1-8 arányban, tehát egy csepp piroshoz próbáljátok kb. 8 csepp sárgát adagolni, és így lesz egy nagyon szép élénk narancssárga színe elvileg ennek a tésztának. Legalábbis az én tapasztalataim szerint ez így tök jól sikerült. És akkor jöhet is a formába töltés, ami annyiból áll, hogy ugye a 3-4-ig szoktuk tölteni ezt a muffin formát, hogy nagyon szép muffinokat kaphassunk. Na most ezt három részre felosztjuk. Ugye akkor negyedenként kell számolgatnunk a dolgokat. Az alsó negyedbe rakjuk a barna tésztát, ez eddig szép és jó. És akkor itt jön egy meglepetés, hogy ugye van egy piros dekortól, amit már használtunk az előző videóban, amire amúgy rákatinthattok a most megjelent kártyában a jobb felső sarokban. Tehát ez a piros dekortól, amink van, azzal egy nagyon picikét nyomunk bele a muffin ezen részébe, a barna fölé. Majd amint ez megvan, akkor tehetünk a maradék két negyedre narancssárga tésztát, és így akkor 3/4-ig lesz ugye a forma. Rendben, ez megvan, akkor mehet be a sütőbe úgy, ahogy a dobozunknak a hátulján van. Nekem 180 fokra előmelegített sütőben 20 perc alatt sült meg. És akkor kivettem, akkor egy eléggé érdekes eredményt kaptam, ami nem mindennapi, és lehetséges, hogy úgy néz ki, mintha elromlott volna a dolog, de szerintem ez így pont egy olyan hangulatot teremt, hogy a piros cukor az így feltört a közepéből, és így felnyitotta a narancssárga résznek a tetejét, és szépen próbál kifolyni belőle, mint valami láva. Ezért is gondolkodtam, hogy most akkor ezt így Bloody Muffinnak, vagy Vulcan Muffin, Vulcanó Muffinnak nevezzem el, de maradtam a véres verziónál, mégiscsak jobban hangzik így most erre az ünnepre való tekintettel. Úgyhogy ja, ahogy ez készen van, majd lehet díszíteni. Természetesen most bemutatom akkor nektek azt is, hogy hogy készül el az a bizonyos topping, amit teszek a muffinok tetejére. Ehhez nem kell túl sok minden, egy bögre porcukor kell, egy evőkanál vanília kivonat, vagy esetleg, hogyha van nektek, akkor vanília aroma, tök mindegy. Nyilván a kivonat az jobb, nekem most aromám volt, úgyhogy azt használtam. Fontos, hogy ne vaníliás cukrot használjatok, mert itt nekünk most egy sima krémre van szükségünk, tehát nem lehet darabos. Ezen a két hozzávalón kívül még szükségünk lesz 3 evőkanál tejre, illetve, hát ugye a lényegre, 12,5 dekagram puha vajra. És így kapjuk meg ezt a vajas krémet. Összekeverjük ezt a 4 hozzávalót, és ahogy ez megvan, nyilván robotgéppel próbálkozunk, hogy minél simább eredményt érjünk el. Ahogy ez megvan, akkor én beletöltöttem egy ilyen torta díszítő kis eszközbe, amit anya adott nekem, hogy ezt majd tudom erre hasznosítani. De valószínűleg nektek ilyenetek nincsen otthon, ha igen, akkor az tök jó. Ha nem, akkor én most nem tudom sajnos szemléltetni, pedig arra készültem volna, de akkor vegyetek elő egy ilyen nylon zacskót, majd abba töltsétek bele ezt a krémet, amit elkészítettetek, és vágjátok le az utolsó nagyjából 2 centit a sarkából ennek a bizonyos zacskónak. Majd a dekortolnak az egyik végébe illesztétek bele ezt az acskót, és akkor tudjátok majd olyan szép formásan
nyomni a krémet a muffinra, ahogy én is tettem. Csak hát nekem nem egy zacskóra lett illesztve ez a kis tolvék, hanem erre a torta díszítő kis eszközre. Ennyi a különbség. Úgyhogy ja, amint ez megvolt és kész van, rajta van a vajas krém, akkor én még tettem rá ilyen kakaós torta darát, amitől szerintem egészen jól néz ki. Viszont még jobban fel lehetne dobni, hogyha nektek van otthon ilyen díszítő cukrotok narancssárga színben, ami nyilván így akkor összepasszol a tésztával, és így eléggé ilyen összeszeret hatást tudnék mindig nyújtani, bár szerintem így a narancssárga nélkül is eléggé jól néz ki. Úgyhogy azt javaslom, hogy ha esetleg valami nincsen meg belőle, és szeretnétek megcsinálni, akkor most azonnal gyorsan futás a boltokba, amíg még nyitva vannak, és amíg még tudtok hozzá vásárolni, mert hát azért tényleg holnap este már itt a buli ideje, és addigra azért készen kéne mindennek lennie, gondolom. Úgyhogy hajrá, drukkolok mindenkinek! Na hát én erre a Halloween-i kis készülődős akármire így ennyit tudtam szánni, ezt a három kis receptet, remélem, hogy azért tetszett nektek. Terveztem volna még kettőt csinálni, egy karamellás almát, illetve egy habcsókot, de mind a kettőhöz főzés szükséges, és tegnap reggel észrevettük, hogy szivárog a gáz nálunk a konyhában, úgyhogy inkább úgy voltunk vele, hogy akkor ezt most tegyük át karácsonyra, és akkor a karamellás almának az ilyen karamell dologját nem fogom beszínezni zöldre, meg kékre, meg ilyenekre, hanem meghagyom azt a normál barna szép színét, és akkor az végül is karácsonyra egy jó recept lesz. Illetve a habcsókot akkor nem fogom feketére, meg barnára színezni, hanem mondjuk pirosra, meg zöldre, és akkor az úgy karácsonyra tök jól eladható lesz. Úgyhogy akit érdekel majd ez a két recept, az majd később nézzen be a csatornára. Illetve a kolikonyhát majd megpróbálom folytatni, mert ugye van egy videó erről a sorozatról már, de hát nem tudom, nem is lett annyira jó, meg fényképekből lett összerakva, meg nem tudom. Tehát azért nem az, amire én úgy először gondoltam. Úgyhogy megpróbálom megtenni azokat, amiket meg kell tennem ahhoz, hogy valami normális legyen majd belőle. Úgyhogy ja, remélem, hogy a továbbiakban is majd kíváncsiak lesztek ezekre a kis konyhás művelődéseimre, ugyanis próbálok a játékokról majd áttérni ezekre a főzős, meg mesélős dolgokra, meg vlogra, meg stb. Stb. Úgyhogy hát ja, most ez így van. Úgyhogy akkor köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb találkozunk, Picsugari voltam, legyetek ügyes buborékok és kalandozatok. Sziasztok! Egyet fel kell vágni. Legyen ő. De jó. Jami! Szélén van a vér. És persze, hogy közben mozog ez a szar kamera.